Hello, Bereznai Tamás vagyok. Ma egy igazi prémium burger, a szarvasgombás Truffle Theodor elkészítését mutatom meg. A húspogácsát 100% darált marhahúsból készítem, nem adok hozzá semmit. A ledarált marhahúsból két egyforma pogácsát készítek. Összetömörítem a széleit is, hogy sütés közben ne száradjon ki. Az illatos csiperkegombát felszeletelem, és kevés zsiradékon megpirítom. A lila hagymát is vékonyan felkarikázom. A Truffle Theodor különlegességét a magyar forrásból származó, luxus alapanyagnak számító fekete szarvasgomba adja. Az erdőkben a föld alatt termő szarvasgomba, amit az ára miatt fekete gyémántként is emlegetnek, igen markáns ízű gombafajta. Kis mennyiségben fűszerként használjuk. Esetünkben egy majonézes szószba keverve és karakteres ízt ad ennek az izgalmas burgernek. Minden készen áll, jöhet a sütés. A húspogácsákat forró lapon sütöm meg, és miután megfordítottam, sózom és borsozom. A burgerhez megpirítom ezt a fényes tetejű zsemlét, hogy a hús zamatos szaftja ne áztassa el. Előkészítettem mindent, összeállítom ezt az igazán gazdag szarvasgombás burgert. A pirított zsemle aljára teszem a két húspogácsát, erre egy szelet ráklett sajtot, majd a rukolát, erre kerül az illatos csiperkegomba, a lila hagyma, legvégül megkenem a szarvasgombás szósszal a zsemle tetejét, és megkoronázom vele ezt az izgalmas szendvicset. Ilyen a Truffle Theodor, ahogy én készítem. Az eredetit kóstold meg a Mekiben.